Tudom, mire gondolsz, hogy 6 lövést lőtte neki, vagy csak 5-öt? Falszes lengert alatt nézi plács. Ha sokáig tart, akkor üljenek le. Ez tud is dahenzi, stabil az. Ülj le oda, úgy néz ki stabil. Meine Herren, Ihr Verhalten stellt eine eklatante Missachtung Ihrer Vorschriften dar. Sie führen sich auf wie Banditen. Úgy néz ki, nem veszik figyelembe az előírásokat. Ugyanaz, mint a banditák lennének. Nur um zu testen, ob Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Mesélünk egy történetet, leteszteljük az emlékezetét. 7 évvel ezelőtt 3-an megtámadtak egy bankot. Und? És? Einen Täter hatten wir erwischt. Az egyik tettest elkaptuk. Garrett. Garrettet. Dummerweise rückte nicht damit raus, wer noch dabei war. Nem mondta el, hogy ki volt még ott. Nagyon érdekes történet tovább. Garrett miután leülte az idejét, Miami-ba jött, hogy megtalálja a bizonyos Durant, és megkapja a részét. Aber Durant hatte ein vollkommen neues Gesicht. Meg is találta. Aber immer noch den alten Killerinstinkt. Jetzt verraten Sie mal, was wir als nächstes gefunden haben. De ugyanazzal a régi gyilkolási mániával. Meg is találták utána Garrettet, és nem úgy nézett ki, mint hogyha a reumában halt volna meg. Fantasztikus. Eine üble story. Szörnyű történet. Romane schreiben als Bullen, habt ihr den falschen Job. Regényeket kéne írjatok. Dafür nem zsarúnak kéne lennetek. Ezért kikészítelek titeket. Már remegek. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, uns fertig zu machen. Megadom a lehetőséget önnek, hogy kikészítsen minket. Ihre fingerabdrücke mit denen von Durant szeretnénk az új lenyomatait levenni és összehasonlítani Durantéval. Soll mir recht sein? Hab nichts dagegen, wenn Sie meine... Ahogy akarják, semmi kifogásom. Aber vorher muss ich noch mal telefonieren. De előtte még telefonálok egyet. Az erősebbnek látszik. A viselkedésükre nem látok egyéb mentséget, már elnézést, uraim, mint hogy a bolondok házából szabadultak. Mit akarnak? Egy kis történetet szeretnénk elmesélni. Hogy megvizsgáljuk az emlékező tehetségét. 8 évvel ezelőtt 3 bandita 20 millió dollárt rabolt el a detroiti szövetségi bankból. És? Egyiküket elfogtuk, csak egyet közülük, Garrettet. De nem volt hajlandó beköpni a cinkosait. Nagyon érdekes. Folytassa. Mikor Garrett kiszabadult a börtönből, eljött ide Miami-ba a barátjáért, Ralph Duranért és a zsákmányból járó részéért. Garrett rátalált Duranre, ám Durannek új arca volt és új neve. Ellenben maradt a régió gyilkos hajlama. Ki nem találná a folytatást? Ráleltek Garrett holttestére a hátában egy igencsak halálos kimenetelű pengével. Nekünk pedig szent meggyőződésünk, hogy Ralph Duran itt lakik. És velünk szemben ül. Így van, Duren úr? Fantasztikus. Ez egy rossz tréfa. Elmehetnének regényírónak, mert rendőrként pályát tévesztettek. Tönkre teszem magukat. Jaj, tényleg, nézzen rám. Egész testemben reszketek, uram. Egy módon tehet tönkre minket. Hogyan? Új lenyomatot veszünk magától, és összevetjük Durenéval. Ha tévedtünk, eláshat minket. Benne vagyok. Semmi kifogásom ellene. De előbb telefonálok egyet. Foglaljanak helyet. Abba ülj, az erősebbnek látszik. A viselkedésükre nem látok egyéb mentséget, már elnézést, uraim, mint hogy a bolondok házából szabadultak. Mit akarnak? Egy kis történetet szeretnénk elmesélni. Hogy megvizsgáljuk az emlékező tehetségét. 8 évvel ezelőtt 3 bandita 20 millió dollárt rabolt el a detroiti szövetségi bankból. És? Egyiküket elfogtuk, csak egyet közülük, Garrettet. De nem volt hajlandó beköpni a cinkosait. Nagyon érdekes. Folytassa. Mikor Garrett kiszabadult a börtönből, eljött ide Miami-ba a barátjáért, Ralph Duranért és a zsákmányból járó részéért. Garrett rátalált Duranre, ám Durannek új arca volt és új neve. Ellenben maradt a régió gyilkos hajlama. Ki nem találná a folytatást? Ráleltek Garrett holttestére a hátában egy igencsak halálos kimenetelű pengével. Nekünk pedig szent meggyőződésünk, hogy Ralph Duran itt lakik. És velünk szemben ül. Így van, Duran úr?
Fantasztikus. Ez egy rossz tréfa. Elmehetnének regényírónak, mert rendőrként pályát tévesztettek. Tönköt. Jaj, tényleg, nézzen rám. Egész testemben reszketek, uram. Egy módon tehet tönkre minket. Hogyan? Új lenyomatot veszünk magától, és összevetjük Durenéval. Ha tévedtünk, eláshat minket. Benne vagyok, semmi kifogásom ellene. De előbb telefonálok egyet.